Szép jó napot kívánok! Arra gondoltam, hogy a tegnapi játék után, így hosszasan, több mint egy órás videó lett belőle, majd kicsit fölbátorodok, és most nem fogok játszani, most paklit fogunk bontani, mint látjátok, 0 darab paklim van, viszont szeretnék venni 7-es darab paklit, ezt most így eldöntöttem, úgyhogy a nagy pakli bontásom, ami majd egy 60-as pak lesz, az még várat magára, de most 7 darab paklit meg fogunk venni. Na lássuk. Na. Ta-la-la. Történhetne már igazán valami. Közben nem mesélem, hogy én is olvastam már a pletykákat, hogy augusztus vége felé érkezik a legújabb Adventure, de azt is valószínűleg KP-ért és aranyért fogom megvenni, de közben megvettem a paklikat, nézzük. Szorítsatok nekem, szeretnék Legendary-t, hogy az Adventure-nek majd úgy vághassak neki. Most nem körön, na jó, körözzünk egyet, kettőt, hármat. Wow, egy epic. Egy rare. Jó, ez eddig így. Eldritch Horror abból tegnap is volt, kettő. Nézzük a rare-t. Shifty Shade és az epic. Golden Epic Renounce Darkness. Na! Már ezért megért a gyerekek, és még hol a vége? Nos. Semmi? Semmi? Rare. Egy epic? És még egy rare. Nézzük. Wow! Bladed Cultist. Discipline of Cthulhu megvolt. Twilight Dark Mender megvolt, és nézzük az epiket. Wow! Blood of the Ancient One. Na! Semmi? Rare? Semmi? Semmi? Na ez eddig a legrosszabb pakli. Na hát ezek közül az Enzoth's First Mate-en kívül szerintem mindegyik megvan. És a Rare Forbidden Ritual, ez megvan. Többször is szerintem. Na körözzünk. Nem akarta. Beleugrott. Semmi? 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 És legyen Legendary. Ez most nem. Cthulhu's Chosen, persze. Aberrant Basker, már az előbb is volt egy. Fiery Bat, persze, hogy van. Enzoth's First Mate az előbb is volt. És... Mirekeeper. Ezt a lapot még nem is láttam. Rendben. Nos, akkor nézzük a következőt. Na. Semmi? Rare? Semmi? Semmi? Faceless Behemothban már a hanyadik? Twisted Worgen, azt szerintem nem volt. És... Spreading Madness. Na, ezt nem tudom, hogy volt-e. Na, majd mindjárt megnézzük. Ha végére értünk, nézzük a második, illetve hát az utolsó előttit igazából. Na, legendás? Nincs. Rare. Ejj, akkor már csak egy paklink maradt. Na nézzük a rare-t. Journey Below. Nem tudom. Light in the Darkness megvan, Tentacle of Enzoth megvan, Tisztelt Worgen megvan, Twilight Elderből meg már most húztunk kettőt szerintem, és az utolsó paklit. Na most szorítsatok, legyen benne valami narancsárga. Rare. És ott a legendás, és ott egy rare, ott egy epic, gyerekek, ez micsoda?
Fifty Shade. Gold Rare. Gold Rare. Dunkoller. Nagyon jó. Nézzük az epiket. Tentacles of Arms. Wow. És a legendás, amire várok régóta. Wow. Egy rogue legendás lap. Ezt múltkor néztem. Mondjuk szerintem nem érte volna meg nekem lecraftolni, mert nem nagyon használom, de megjött a legendás lap, amire már szerintem több mint másfél hónapja várok, lehet, hogy kettő. Nagyon jó. Na hát azt hiszem, hogy ez a két pakli bontás, ez ma megérte. Na és nézzük, hogy mennyi dustunk lesz belőle, mert szerintem 200 dustom lesz csak ezekből. És így van 800-om, az azt jelenti, hogy egy fél legendary-t már tudnék építeni. Ja nem, ezt fejezzük be. Na nézzük, hogy akkor mi lett az újdonság. A Mirekeeper, igen. Ez egy jó lap. Ez abszolút egy jó lap. Bladed Cultist. Hát ha más nem, akkor nagyon szép. De egyébként tök jól néz ki az animációja, de ha más nem, akkor értékes Dust biztos lesz belőle. Journey Below és a Vault. Látszik, hogy nem sokat játszom Rogue-gal, és hol a Rogue legendásom? És itt. Xaria, Poison Mind. Akarok egyébként Rogue fronton erősíteni, ugyanis szeretném a Khatun's Blade-et, Blade of Khatun-t megvenni, úgyhogy azt hiszem Rogue-ban, ez most jó, hogy kaptam egy Rogue legendás lapot, Renounce Darkness. Szerintem erre fogok építeni külön egy Warlock paklit, mert ugye nem szeretem a Warlockot, ezt el szoktam mondani, és ezt már szerintem unjátok is tőlem, viszont ezzel a lappal ennek azért lehet értelme. És a Spreading Madness-em is volt. Wow. Jó. Jó, és akkor nézzük, hogy melyik Warrior lapom van. Aha, Tentacles of Arms. Wow. És ez főleg azért érdekes, mert hogy ez visszatér a kezünkbe. Mondjuk ötomnáért éljen is vissza, basszus. Mert hogy az Arikant Reaper is ötmanába kell, ugye? És ez legalább ötöt sebez, ez csak kettőt. Viszont legalább annyiszor használom fel, ahányszor akarom. És ugye meg lehet Taurus Sun-nal olcsósítani. Na nézzük a neutrál lapokat. Evolved Kobold. Hát igen, belőle csak egy volt. Aha, nem volt infested Taura, nem. Pedig már játszottam ki ezt a lapot, és ez egészen biztos, mondjuk lehet, hogy Tevenbolban. Jó. Ott volt. Ott volt a Dunkoller. Igen, mivel Dunkollerből kettőm van, 10 aranyért, vagy 10 dustért, ez simán megéri szerintem lecraftolni. Vagy ledustolni. És a Blood of the Ancient One. Igen. Wow. Jó. No hát, ennyi lett volna már a paklibontás. Remélem örültök velem együtt, hogy ilyen remek lapokat sikerült bontanom. Ezért most szerintem megérte legalábbis most így az egész után az utóérzésem. Szívemre teszem a kezem, hogy ez most jó volt. Mondhatni, jó mulatság, férfi munka volt. A mágusomat szerettem volna bővíteni. Az most nem sikerült, de hát vettem a jelzést, hogy valószínű Rogue-ra kell koncentrálnom. Félig meddig is megvan már meg is volt a döntés, hogy a Blade of Khatun-t csináljam. Sőt, lehet, hogy ezt most meg is csinálom. Ez mennyibe kerül?
Blade of Cthulhu. 400-ba kerül. Jó, tudjátok mit? Legyen. Most. Itt akkor így a paklibontás után szerintem ez egy megfelelő pillanat, hogy készítsünk egy új kártyát. Nos, hát akkor ez is megtörtént. Akkor azt hiszem Rogue Fronton elég sokat erősítettem most. Mondjuk lehet, hogy a Bladed Cultistot beáldozhatnám, de azzal még várok egy kicsit. Jó. Azt hiszem, hogy akkor ez ma ennyi volt. Úgyhogy bontottunk itt ma paklit, átnéztük őket, dustoltunk egy csomót, és craftoltunk egy új lapot, amivel valószínű fogok csinálni egy új rogue paklit. Meglátjuk, hogy ennek milyen hatékonysága lesz. Ennyit szerettem volna mára, köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!